A műsor támogatója, a MOL Jégkorongliga névadója, a MOL NYRT. Kedves nézőink, Önök a PAK Jégkorong magazint látják. Tematikus műsorunkkal immár 6-szor jelentkezünk a Digi Sporton. A következőket láthatják adásunkban. Mozgathatatlan állapotban van a kezem, tehát még csak fejben csinálom a rehabilitációt, de hát biztosat majd nyilván akkor, amikor elkezdődik a fizikai értelembe véve tényleges rehabilitáció. És talán azért tudtam idáig eljutni, hogy tényleg most már lassan kezdek meghatározó lenni a felnőtt csapatban, úgyhogy ennek különösen örülök. Itt van előttem a jövő, úgy gondolom fiatal vagyok még, úgyhogy még van, amit bizonyítanom. Amit a legjobban szerettek, az a góllövés és korcsolyázás. Azért szeretek okizni, már jó ez a sport. A MOL Liga elődöntőkben egyértelműen kiderült, hogy a négy legjobb csapat komoly játékerőt képvisel, és játéktudásban közel áll egymáshoz. Tokai Viktor válla egész szezonban nehezítette a válogatott hátvéd játékát, ám ahogy a népszerű Toki mondta, a hoki a hobbija, így műtét előtt és után sem tudott a jégtől elszakadni. Legutóbb Glenn Williamson szövetségi edző kérésének tett eleget, az U14-es és az U16-os válogatottnál segédkezett a jégpalotában. Én nem aggódom, legalábbis maximálisan pozitív a hozzáállásom nem ami a sérülés, hanem inkább a rehabilitáció, mert azért a sérülés az egy... Hát ez egy hosszú út volt, tehát tulajdonképpen augusztusban kezdődött el ez az egész. Megpróbáltam azt, hogy esetleg a világbajnokság végéig ilyen különböző rögzítőkötésekkel és különböző megoldásokkal, hát ha el lehet húzni, és akkor elég csak a szezon után megműteni. De aztán egyre többször, egyre gyakoribban jöttek ezek a válficamok, amiket helyre is raktak. És egyszerűen eljött az a pont a 7. illetve 8. után, talán, ha jól emlékszem, hogy a Szenicében, hogy a Nándival, a gyúronkkal, illetve az orvosokkal konzultálva arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs értelme ezt tovább húzni. Még akkor is, hogyha szezon közepén vagyunk, valamit be kell áldozni, tehát én nagyon bízom benne, hogy egy kicsit a rájátszás látja ennek kárát, és hogy a világbajnokságra fel tudok majd épülni. De egyelőre még mozgathatatlan állapotban van a kezem, tehát még csak fejben csinálom a rehabilitációt, de hát biztosat majd nyilván akkor, amikor elkezdődik a fizikai értelembe véve tényleges rehabilitáció, hogy a váll az mennyire lesz ütközőképes a világbajnokságra, mert a fizikális felkészítés és az erőálló képességet azt meg tudom szerezni tulajdonképpen majdhogy nem a váll a mozgatása nélkül is, és ezen most már elkezdtem dolgozni a múlt héten. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen spinning edzéseket végzek, amivel ugye a vállnak nem kell aktív szerepet játszania, hanem inkább csak a láb dolgozik, illetőleg a törzs, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Hát itt kulcsfontosságú lesz majd, hogy mennyire sikerült összetenni ezt a kis legóvállata ugye a világbajnokságra. De hát addig még van közel 2 hónap, úgyhogy maximálisan pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. As you know, Victor is hurt. He had shoulder surgery. Mint azt mindenki tudja, Viktor sérült, komoly válműtéten esett át. Beszélgettünk, és elmondta, hogy érdekli az edzői pálya, mert a későbbiekben dolgozna edzőként, ezért jobban bele szeretne látni ebbe a munkába. Megkérdeztem, hogy nem lenne kedves segíteni nekem, amire azt válaszolta, hogy nagy örömmel tenni, úgyhogy most itt van. Prezentációkat készít, amikkel a játékosok edzés munkáját elemzi, beszél az edzőkkel, ez egy nagyon jó keverék így, mert ő hosszú ideje játékos, a többiek pedig régóta edzők. Viktornak sok új ötlete van, amivel jobbá lehet tenni, és ami előre viszi a magyar hokit. A játékosok egyszerűen imádják őt. Szervezzük, vagy tervezzük, hogy szervezzük, inkább így mondom, hogy legyen egy ilyen hátvédedzőtábor, mert tényleg ez egy elég specifikus poszt, mint bármelyik más, de erre kevesebb hangsúlyt fektetünk. A csatárokkal foglalkozunk, a kapusokkal szintén foglalkozunk, a hátvéd valahogy ez egy ilyen mostoha poszt, és ezt nyilván a mi klubedzőnk is felismerte, és akkor itt válogatott szinten is, és utánpótlás szinten is felismerték, hogy ebbe energiát kell fektetni ahhoz, hogy ez működni tudjon hosszú távon. És igen, tavaly elkezdődött egy ilyen hátvéd edzőtábor, amit elkezdtünk az U18-osokkal, illetve az U16-osokkal.
Én azt hiszem, hogy pozitív visszajelzéseket kaptunk abszolút, úgyhogy ezt a hagyományt nem nagyon szeretnénk elfelejteni, hanem inkább újra éleszteni szeretnénk. Az áprilisi VB az ugye április közepén kezdődik, tehát nekem már előtte 3 héttel hadrendbe foghatóvá kell válnom, és látnom kell azt 3-4 héttel előtte már, hogy lehet vagy nem lehet. De hát ez addig még mondom hosszú idő, és mert nem szeretnék úgy elutazni a világbajnokságra, hogy adott esetben ne tudjak 100%-os lenni. Tehát akkor inkább ezt akkor nem feltétlenül biztos, hogy be kellene vállalnom, hogy ott esetleg rásérüljek, vagy ne tudjanak úgy használni, ahogy szeretnének használni, és esetleg megfosszak valakit is egy olyan lehetőségtől, adott esetben egy fiatal hátvédet egy olyan lehetőségtől, hogy világbajnoki szereplés csak azért, mert hogy ott szeretnék lenni, nem. Tehát én csak abban az esetben szeretnék és akarok ott lenni, hogyha 100%-osan ott tudok lenni, fizikálisan, illetve hát a vállam miatt fizikálisan gondolom, és hogyha nem, akkor nem. Kedves nézőink, most pedig játékunk következik. Kérdésünk így hangzik: hol született Sofron István? A helyes választ leggyorsabban beküldő kedves nézőnk egy a játékos által dedikált Ebel meccskorongot nyer. Válaszaikat a pak@digisport.hu e-mail címre várjuk. Előző adásunk kérdésére Kovács Sándor küldte be leggyorsabban a helyes megfejtést, gratulálunk! Sofron István 23 évesen meghatározó alakja a magyar jégkorong sportnak. A sokáig csak tehetségesnek tartott csatár 2 éve a Szápa-Fehérvár AV19 első sorában játszik Ladányi Balázs és Vas Márton mellett. Jelenleg ez a trió adja az Ebel leggólerősebb játékosát Sofron István személyében. A kevés saját nevelésű játékos egyike a szurkolók kedvence. Gyorsasága, technikája és agresszív játéka minden ellenfélnek kellemetlen élményeket okoz. Sportszerető családban nőttem föl. Édesanyám is sportoló volt és sífutó volt. Érdekes, hogy ment volna az olimpiára is, amikor születtem, csak ugye születésem miatt nem tudott elmenni. Úgyhogy elég nagy áldozatot hozott azzal, hogy feladta a pályafutását. Ugye Csíkszeredában jégkorong volt a minden, úgyhogy nekem nem is volt nehéz azt választanom, amit ugye édesapám is választott. Meg hát persze azért egy fiatal kisgyereknek mennyire könnyű, amikor az édesapját látja játszani minden nap, és tényleg érte szurkol, úgyhogy nekem könnyű volt ez a választás, soha nem is fordult meg a fejembe, hogy esetleg valami mást válasszak. Édesapám is elég kiemelkedő korongpályafutást tudhat maga után, úgy gondolom, ugyanúgy, mint nagybátyám, hiszen nagybátyám magyar bajnok volt, édesapám többször is román bajnok, és hát világbajnokságokon is szerepeltek. Ugye édesapám a román színekben, hiszen Csíkszeredában nem igen lehetett másképp. És érdekes az is, hogy volt egy olyan meccs, amikor nagybátyám a magyarba, édesapám a román válogatott egymás ellen játszottak, úgyhogy nekem felnőni elég könnyű volt ilyen szempontban, hogy mindig a sport volt előttem, és úgy gondolom, hogy az is nagyon hozzájárul a sikereimhez, hogy édesapámmal órákat beszélgettünk minden nap a jégkorongról, úgyhogy nekem volt még egy edzőm otthon, aki segített. Ő tényleg, ahogy a könyv is van, hogy égre születtek, ő tényleg arra született. A 3 évesen ráadtuk a Csíkba a korcsolyát, kimentünk egy tóra, és első alkalommal úgy elkezdett korcsolyázni, hogy tényleg így maradtunk mi is, pedig tényleg mi már akkor jégkorongoztunk, nem is egy jó pár éve, nem is gondoltunk ilyenre, hogy valaki egyből így tud korcsolyázni. Ez nagy dolog, hogy 2 ilyen játékossal tud egy sorba játszani, mint a Balázs meg a Marci tényleg, mert ők úgy kiszolgálják, hogy tényleg egyszerűen, de igaz az, hogy ez be kell lőni, meg óra játszani. Nekem a válogatottban, hogy én is ott tudtam lenni, meg ő is tényleg tudja, és ő már túlszárnyalt engem, mert ő tényleg meg a VB-n a gólkirály tudott lenni, az nagyon nagy dolog tényleg. A Volánban kezdtem, végül is nevezhetem a nevelő egyesületemnek, hiszen soha nem játszottam se a máshol, talán a Palkovics Krisztián az egyetlen, aki itt a Volánban ezt még elmondhatja magáról. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem ez a klub és maga ez a város is.
attól függetlenül, hogy ez egy második otthonom, hiszen Csíkszeredet ugyanúgy az otthonomnak nevezem, hiszen oda hazamegyek ide, meg ugyanúgy hazajövök. De igen, itt kezdtem el jégkorongozni, és nagyon szeretem ezt a várost, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki. Elég nehéz volt bekerülni a felnőtt csapatba, hiszen gyerekkorban elég erőtlen és kisnövésű voltam, sokszor elnyomtak a nagyobbak, azért mindig próbáltam harcolni és küzdeni a helyekért, de sokszor lecsúsztam azért az utánpótlás válogatottságról is, de aztán hála Istennek megnőttem és megerősödtem, és be tudtam kerülni a volánba, ahol ugye első ebben a szezonjában indult a volán, akkor kerültem fel a felnőtt csapatba, úgyhogy elég nagy szintlépés volt nekem, hiszen már maga a felnőtt szint sokkal erősebb volt és sokkal megterhelőbb nekem, és ugye az ebben az még nekik is egy szintlépés volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért tudtam talán ilyen ütemben fejlődni, és talán azért tudtam idáig eljutni, hogy tényleg most már lassan kezdek meghatározó lenni a felnőtt csapatban, úgyhogy ennek különösen örülök. Itt van előttem a jövő, úgy gondolom fiatal vagyok még, úgyhogy még van, amit bizonyítanom. A sportolói életmód az eléggé sok lemondással jár. Megmondom őszintén, hogy voltak olyan időszakok, amikor esetleg talán nem koncentráltam annyira, amennyire kellett volna, de abban változott az elmúlt egy év, hogy azért sokkal profibb lett a szemléletem, mind magánéletben, mind a pályán is sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és hát ez meg is látszik, úgy gondolom, a teljesítményemen. De hát kell az embernek, hogy benőjön egy kicsit a feje lágya, úgy gondolom, hogy most már 24 évesen kezdek eljutni odáig, hogy másképp látok dolgokat, és már jobban odafigyelek az étkezésre, a pihenésre, meg az, hogy egy égen, hogy mit csinálok, és hát sok rutint szereztem az alatt, az 5 év alatt, azért itt most már 2,5 éve a Ladányi Vasmarci trióval játszom együtt, akiktől nagyon sokat tanulok, úgyhogy tényleg pozitívnak mondhatom ezt az elmúlt pár évet. Sokat jelent az is, hogy milyen teljesítmény nyújt egy fiatal játékos a pályán, hiszen azért ugye én is érzem azt magamról, hogy mióta ilyen jól megy a játék, azért máshogy tekintenek rám az idősebb játékosok, máshogy beszélnek velem. Sokkal több mindent megtehetek a pályán is, ugye fiatalként, ha meghúztam egy cselt és mondjuk elrontottam, akkor az edző is leültetett esetleg, vagy leszittak. Most már ez nem fordul elő, most már be tudok vállalni egy-két olyan szituációt, amiből esetleg egy jó megoldás lehet, de kicsit veszélyesebb is. És ezzel a játékom is úgy gondolom, hogy fejlődött, hiszen önbizalmam van. Úgy gondolom, hogy most már el tudtam magam fogadtatni ilyen szinten is. Idén azért láthatjuk, hogy sokkal jobb csapatunk van minden téren, mint az előző években. Ugye sokkal jobb légiósok jöttek, és úgy gondolom, hogy a csapat is sokkal jobban együtt van, mint egy egység, mint az előző években. Jó a hangulat, azért a magyarok már ismeri mindenki egymást, együtt játszunk egy-két éve, és a légiósok is nagyon beváltak. És úgy gondolom, hogy annak, hogy bejutottunk a rájátszásba, ez is köszönhető, hogy tényleg együtt vagyunk, mint társaság, mint csapat. És úgy gondolom, hogy egy ilyen brigáddal bármire képesek lehetünk. Még nekem a nagy álmom az, hogy egyszer egy Ebelt nyerni tudjak, de persze azért ehhez sok minden össze kell jönnie, de úgy gondolom, hogy egy kis szerencsével ez a csapat talán még arra is képes lehet. Hát én úgy érzem, hogy az utóbbi évek legtehetségesebb fiatal magyar jégkorongozója, aki ebben a szezonban olyat mutatott, amit még magyar hokista itt az Ebelben nem. Én remélem, hogy tovább tart az, ami mondjuk úgy a nyár közepétől elindult, és ahogy szoktam mondani, a csúcsok magassága az mindig célként kitűzendő, és én drukkolok neki nagyon, hogy ő a legmagasabbra is. Szóval elég nehéz egy ilyen erőltetett menet közben pihenni, hiszen heti 3 meccsünk van, rengeteget utazunk, hajnali 3-4 körül érkezünk haza, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor kapunk egy szabad napot, ahol egy kicsit fel tudunk töltődni, főleg így a 41x meccs után, úgyhogy ugye tényleg ezt pihenésre szoktuk eltölteni, néha elmegyünk a srácokkal egy Árpád-fürdőbe egy kicsit lazítani, kiengedni a fáradt gőzt, és hát együtt ebédelünk, moziba járunk, barátainkkal vagyunk. Hát ugye a Sofiról csak is jót tudok mondani, ugye szerintem a legjobb haverom ugye a csapatban szezonait, sőt amióta idejöttem már azóta így egymásra találtunk. Ugye az idén együtt is lakunk, úgyhogy majdnem mindent együtt csinálunk, de igazából a játékára vagyok a legbüszkébb. Tényleg egy tehetséges fiatal játékos, aki ugye most be is mutatta az idéni szezonban, hogy ott van a liga elsői köz, sőt a gólba első, és ugye a pontlistán ott van az első ötben. Ugye erdélyi születésű, ugye a Csíkban ez csak hoki volt, úgyhogy ez már a vériben van neki.
Hát mindenkinek vannak tervei, és hát ki ne szeretne egy jobb bajnokságban, egy jobb csapatban, vagy egy még jobb színvonalú szinten játszani. Nekem is ez a tervem, hogy esetleg idővel, vagy azt most pontosan nem tudom, hogy mikor, ugye még nem akarok ilyenekbe belemenni, de az a célom nekem is, hogy egy jobb bajnokságban tudjak játszani, hiszen úgy gondolom, hogy innen még van fejlődési lehetőség. You know, Sophie's just he's a very unique player. He's Sophie egy igazán kiemelkedő képességű játékos, olyan korcsolya tudással és mozgással rendelkezik, amit néha még nézni is fárasztó, lehetetlen követni. Nagyon egyedi a stílusa, jó a koronkezelése, egy igazi tehetség, akinek természetesen van még hová fejlődnie, de nagyon jó úton jár. Keményen dolgozik, jó fizikumú, és egyre jobb lesz, ha így folytatja a munkát. Az edzőjeként természetesen azt szeretném, hogy maradjon a csapatomnál, másfelől persze azt is, hogy minél magasabb szintre jusson el, akár a csúcsra is, amit az NHL jelent. Sokat kell még dolgoznia a védekező játékán, de erős, gyorsan reagál, jól bánik a koronggal és jól lő, látom benne a lehetőséget, hogy eljusson egy magasabb szintre. Valószínűleg a távozása nincs is olyan messze, de annak nem örülnék, ha valamelyik farm csapatban vagy gyengébb ligában folytatná, ennél komolyabb ambícióval kell nekivágni, amikor már eléggé felkészült. Éppen ezért nagyobb esélyt látok a fejlődésére ebben a bajnokságban, ahol magyar játékosként már elért egy komoly eredményt. Ez jó a magyar hokinak, és őt is előre viszi. It's good for Hungarian hockey. You've got a Hungarian player that's leading the league in goal scoring. You know, so that's really says something. Sajnálatos módon a magyar jégkorong egyik bástyája, a Dunafer leépült. Nyáron át is adta a jelentősen amortizált utánpótlás csapatokat a DAB-nak. Azari Zsolt, az Acélbikák ügyvezetője úgy döntött, a nulláról építi újra az újvárosi utánpótlás nevelést. Komoly toborzó munkába kezdtek, és munkájukról nyílt napon adtak számot, ahol a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály bemutatót tartott. Egész utánpótlás bemutató edzést tartottunk a szülőknek, a nézőknek, meg a új gyereknek, aki szeretné korongozni. Az a egyfajta bemutató, de azért már 3 vagy 4 hónap toborozunk. A gyerekeket eredményesek vagyunk, azért már szupermérőben 11 gyerek van, aki már játszik és versenyekre jár. Vannak 10-15 új gyerek, aki most kezdte korcsolyázni, megismeri az a sportát. Azért, mert a nagytesem sírkorongozik, és nekem is megtetszett. 4 évesen kezdtem a hoki, és 4 éve járok ide, és 8 éves vagyok. Amit a legjobban szerettek, az a góllövés és korcsolyázás. Azért szeretek hokizni, már jó ez a sport. Rengeteg olyan felkérésünk volt, ismeretlenek jöttek ide hozzánk, és megkérdezték, hogy miként tudna a gyerekük elkezdeni hokizni. Ez az egész nyílt nap ugye arról szól, hogy minél több mindenkit buzdítsunk arra, hogy jöjjön jégkorongozni. Most, ha ez csak 2 embert, vagy 3 embert jelent korosztályonként, akkor is azt gondolom, hogy megéri, és több ilyet kell csinálni. Ugye egyre több gyerek van, mi is ugye a szuperminővel dolgozunk, és tényleg örömteli velük dolgozni.
úgy érzem, hogy elindultunk egy úton, és biztos, hogy jó lesz. Szerintem a jégkorong a legjobb sport a világon, azért itt is Magyarországon nagyon fejlődik, minden többen játszanak, és minden többen gyertek jégkorongozni, azért ez egy fantasztikus sport. A MOL Liga elődöntőkben egyértelműen kiderült, hogy a négy legjobb csapat komoly játékerőt képvisel, és játéktudásban közel áll egymáshoz. A DAB Doppler 3-0-val jutott a döntőbe a Fenestel a 68 Brassó ellen, de az erdélyi csapat kétszer is nagyon szoros meccsre kényszerítette a dunaújvárosiakat. A másik ágon a végletekig kiélezett küzdelem zajlott, 2-2 után a HSC Csíkszereda és a Miskolc mindent eldöntő 5. mérkőzést játszott. A döntőbe jutott két csapat első csatájára február 15-én szerdán kerül sor. A fináléban már 4 nyert mérkőzésig tart a csata, ez azt jelenti, hogy legfeljebb 7 mérkőzés szükséges az aranyérem megszerzéséhez. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva, járjanak addig is jégkorong meccsekre, viszontlátásra! A műsor támogatója, a MOL Jégkorongliga névadója, a MOL NYRT.